Köszönti a vendégeket, munkatársakat az egyik pécsi építőipari cég tulajdonosa a társaság telephelyén, majd elhelyezik a most épülő csarnok alapkövét. Ezzel a beruházással bővítik a vállalkozás üzemi területét. 2017-ben jött egy lehetőség, ugye, hogy az Európai Uniós pályázaton indulni és egy lakatosipari, egy fémipari csarnokot építeni. Ezzel éltünk, ezzel a lehetőséggel szerencsésen nyertünk, amit itt mögöttem lehet látni, mögöttem jobbra, ami megvalósult épület, az 2019-ben valósult meg, és ami miatt most ugye itt vagyunk, ami miatt van az alapkő letétel, ez ennek a befejezése, ezzel az ütemmel együtt az egész cégközpont 1500 négyzetméter alapterületű lesz, ez egy fémipari tevékenységet folytató egysége a cégnek, fémipari tárolóeszközöket fogunk gyártani, és hogyha van szabad kapacitásunk, szabad időnk, akkor a generál kivitelezéssel kapcsolatos lakatos munkákat is itt szeretnénk elvégezni. Tehát ezzel tudjuk bővíteni a saját foglalkoztatotti létszámunkat, és ezáltal az ügyfeleket még jobban, még jobb minőségben fogjuk tudni kiszolgálni. A finanszírozási háttere 75%-os az Európai Unió által biztosított támogatási forrás, az kicsit kevesebb, mint 120 millió forint, és a fennmaradó többi rész, ami a tervek szerint 30% volt, de most az anyagárak miatt azért ez jócskán fölé ment, tehát elhagytuk az 50%-ot, az ugye önerő. Itt most ebben az ütemben lehetőségünk van 750 négyzetméter alapterületű bővítésre, tudunk venni egy nagyon profi anyagmozgatógépet, ami eddig nekünk nagyon hiányzott, és fogjuk tudni használni, itt gyorsítani a folyamatokat, nagyobb elemeket is tudunk gyártani, és még valamennyit tudunk képzésre fordítani, dolgozói képzésre. Fémipari tárolóeszközöket gyártanak majd itt, amihez 10 új dolgozót vesznek fel a ma 40 munkatársal működő céghez. A termelés mellett a diákok gyakorlati oktatását is itt végzik majd. Mint az építőipari klaszter elnökét is kérdeztük a cégvezetőt a megyei cégek, illetve az ágazat helyzetéről. Jelenleg a piacon egy elég nagy lassulás érzékelhető már most, és ez nem a lassulásnak a mély pontja. Mi úgy látjuk, hogy az idei év végére lesz talán egy mély pont, és nagyon reménykedünk abban, hogy a 2023-as év az fel fogja húzni ugyanoda a piacot, ahol van. Az tény is való, hogy nálunk is van munkaerőhiány, nálunk is van nyersanyaghiány, de szerencsére ugye leleményes ember a magyar, meg leleményes ember a vállalkozó keresi azokat a lehetőségeket, ahol tud egyszerűsíteni, olcsósítani, ezáltal segíteni a saját munkáját, ezáltal segíteni az ügyfeleket is. De nagyon sok többletfeladat van, kapkodjuk a fejünket, nagyon változik a gazdasági élet, nagyon változik a munkaerőpiac. Egy a lényeg, hogy fejleszteni kell, fejlődni kell, mint azt mondtam itt a megnyitó beszédben is, különben aki nem fejleszt és nem fejlődik, annak sajnos előbb vagy utóbb vége lesz. A helyi döntéshozóknak is segítenie kellene a helyi cégeket, mondja a megyei iparkamara főtitkára. Az uniós meg a hazai támogatási rendszernek van nagyon sok pozitív hozadéka, és van nagyon sok negatív hozadéka. Az egyik, hogy kialakult az a vállalkozói kör, aki csak úgy hajlandó fejleszteni, hogyha ahhoz valamilyen addicionális forrás rendelkezésre áll, vissza nem térítendő. Most nem a banki hitelekről beszélek. És kialakult az a kör, aki a fejlesztéseit is, ugye fordítva nem a kabátra varja a gombot, hanem a gombhoz a kabátot, és ez nagyon sok cég esetében, most, amikor majd lassulni fognak ezek a fejlesztési források, illetve lesz 2-3 nehéz év ilyen szempontból, amikor vissza nem térítendő támogatásoknak a volumene csökken, nagyon nehéz helyzetbe fognak kerülni. Azok a baranyai családi cégek, akik évtizede fejlődnek és fejlesztenek, azok viszont egy picit könnyebb helyzetben vannak. Nincsenek kitéve ennek a pályázati támogatási rendszernek, van piacuk, nagyon jó szakembereik vannak, nagyon erős vállalati kultúrájuk van, ők képesek lesznek ezt a nagyon nehéz időszakot is túlélni, megélni. Hála Isten ezekből a cégekből van több. Mi azt gondoljuk, hogy a mindenkori megyei, városi vezetéseknek is a helyben dolgozó családi cégekre kellene sokkal nagyobb figyelmet és fókuszt fordítani. Lehet hiú ábrándokat kergetni, amit itt a köszöntő beszédemben is elmondtam, hogy majd jön egy nagy 10 000 fős multinacionális cég, és akkor ő megoldja a megye minden nemű gazdasági problémáját. Nem fog jönni. Kergethetjük ezt az illúziót, sokkal fontosabb lenne, hogy harmóniában a jelenlegi külföldi befektetőkkel és külföldi működőtékével fókuszáljunk a családi cégekre, hozzuk be azt a 8-10, 200 kötőjel 500 főt foglalkoztató külföldi céget, aki helyben a beszállítói körnek is lehetőséget tud adni. És hogyha ezt a harmóniát megteremtjük,
Föltesszük a megyét a fejlesztési térképre, föltesszük a megyét a politikai döntéshozók asztalára, akkor minden lehetőség megvan itt. Kitűnő tudásközpont, kitűnő emberek, kitűnő családi cégek, együttműködő vállalkozások, egész egyszerűen csak a lehetőségeket kellene valahogy kiaknáznunk. Hát ebben van egy most már lassan 20 éves adósságunk. Az elmúlt 5-10 év kormányzati politikája az elképesztő módon meglódította az építőipart. Részben a drágulást is ez okozta egyébként. Tehát az elérhető, ingyenes, visszanemtérítendő források, akár családtámogatási rendszer, akár a különböző fejlesztési források meglódították az építőipart. Ez kicsit olyan, mint a Rodolfo, hogy ne a számot, a kezemet figyeljék. Nem azt kell nézni, hogy a kivitelező cégek, a beruházó cégek most éppen milyen állapotban vannak. A tervező asztalról hány terv jön ki? És a tervező asztalról kikerülő terveknek a száma csökken. Tehát itt minden bizonnyal el fog jönni egy lassulás. Egyébként a piacon ez okozni fog egy természetszerű tisztulást is. Az erős, jó cégek fognak helyzetbe kerülni, megmaradni. Lesznek olyanok, akik nehéz helyzetbe kerülnek. Vállalkozó testületi tagunk fogalmazott úgy, hogy Pécsen nem egy darab darut kellene látnunk, hanem párhuzamosan 8-10 nagy beruházásnak kellene éppen történnie, akár tanúszodaépítéstől egészségügyi intézmény, oktatási intézmény építésig, bár az előbb ugye azt mondtam, hogy nem feltétlenül kövekbe kell önteni a pénzt, de ennek is valamilyen egészséges harmóniáját meg kell teremteni. Ha van elég infrastruktúra, akkor nem kell új infrastruktúrát építeni. Ha van meglévő, akkor lehet, hogy azt fel lehet fejleszteni 21. századi állapotra, szintre. Kicsit át kell alakítani a gondolkodásunkat. Biztos nehéz a törvényi szabályozást megváltoztatni. Láttunk már olyan Magyarországtól nyugatra lévő modellt, ahol mondjuk maradjunk az iparűzési adó példájánál. A helyben megfizetett iparűzési adó az egy közbeszerzésnél mérvadó súly. A helyi cégek képesek, alkalmasak arra, hogy akár több milliárdos munkákat elvállaljanak és elvégezzenek. Kooperációban, a vállalkozó, fővállalkozói jogviszonyban jó lenne, hogyha a helyi cégek kapnának sok-sok lehetőséget. Az elmúlt években a beruházások, a családtámogatási rendszer, otthonteremtési kedvezményei felpörgették az építőipart. Most a nehéz körülmények visszavetik ezt. Ezért azok a cégek maradnak, akik elég erősek, jók a piacon, akik fejlesztettek az elmúlt években is, mondja a főtitkár.